Nem zsarolás az orosz Lukoil cégre vonatkozó Szlovákiát és Magyarországot érintő kőolajszállítási korlátozás. Húzta alá pénteken az ukrán elnöki hivatal tanácsadója. Mihály Lopodolják arra a pénteki magyar kormányzati állásfoglalásra reagált, amely szerint Ukrajna az olajszállítás szüneteltetésével zsarolja Magyarországot és Szlovákiát, mert azt szeretné, ha a két ország felhagyna a tűzszünetet követelő békepárti politikájával. Podolják azzal utasította vissza a magyar kormányzati állásfoglalást, hogy véleménye szerint Magyarország és Szlovákia nem annak érdekében cselekszik, hogy béke legyen Ukrajnában, hanem ahhoz ragaszkodnak, hogy engedményeket kell tenni Oroszország számára. Szijjártó Péter szerint az Európai Bizottság elnökének és az Európai Unió külügyi főképviselőjének köszönhetően az EU ma már arra is képtelen, hogy megvédje saját tagállamait egy tagjelölt zsarolásával szemben. A külgazdasági és külügyminiszter a Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, Ukrajna ugyanis a Lukoil olajszállítmányainak tiltásával a magyar kőolajimport egyharmadát és a szlovák kőolajimport 45%-át sodorta veszélybe. Ez az ukrán lépés kockára teszi mind Magyarország, mind Szlovákia energiállátásának biztonságát. Az Európai Bizottság pedig a helyet, hogy sarkára állna és megvédeni két takországát, inkább kifogásokat keres és mentegeti az ukrán zsaroló lépéseket. Írta a miniszter hozzáfűzve, hogy ez elfogadhatatlan és felháborító viselkedés a brüsszeli bürokraták részéről. Robert Ficó szlovák miniszterelnök pénteken Denis Mihály ukrán miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokat az olajszankciók ügyében. A szlovák kormányhivatal közlése szerint Robert Fico technikai megoldása javasolt az ukrán partnerének, amelynek több fázisában Szlovákia is részt venne. Mint írták, az alternatív szállítások többe kerülnének és műszakilag nem megoldhatók a szlovákiai Slofnalt kő alajfinomító számára. Arról viszont nem nyilatkoztak pontosan mik a szlovák javaslat részletei.